XC60-as igazi sikermodell a Volvo-nál nem elég, hogy az eladások 30%-át hozza, az első generáció 9 évig volt gyártásban, és ez idő alatt 1 millió darabot adtak el belőle. Hát ezek után nagyon nehéz megcsinálni a második generációt, de sikerült, nem is akárhogy sikerült, ez a gyönyörű szép kék szépségét a Volvo XC60-as második generációja. Ha nincs mellette az XC90-es, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy ez valójában nem a 90-es, ugyanis a formai jegyeit tekintve ez pontosan úgy néz ki, mint a nagy testvér, valójában sokkal kisebb a nagy testvérnél, egész pontosan 26 centivel rövidebb és 12 centivel alacsonyabb, mint a nagy testvére, de a formai sajátosságai azok nagyon-nagyon hajaznak egymásra, sőt, mi több, az egész technológiája a 90-es sorozattól érkezik, hisz ugyanazt a padlólemezt, ugyanazt a motorválasztékot, az hajtásrendszert, a fedélzeti elektronikát, biztonsági elektronikát, szóval mindent a 90-esből vettek át hozzá, de egy kicsit hasonlítsuk a 60-ashoz, ami ugye az ő kifutó generációja volt, tehát a 60-ashoz képest is megváltozott egy picit az autó aránya. Egyrészt jól látszik, hogy nem olyan magas, 5 centit összement, viszont jelentősen megnyúlt, a tengelytáv nyúlt meg nagyon, az 9 centivel nagyobb, mint korábban volt, és egy picit talán a motorház tető is kisebb, tekintettel arra, hogy ebben már csak a 4 hengeres motorok kapnak helyt. És ha megkérdeznéd tőlem ott a kamera mögött, hogy miért áll ilyen furcsán, olyan, minthogyha kicsit ki lenne emelve, jól látod, ugyanis kicsit ki van emelve, tekintettel arra, hogy ebben az autóban légrugók is vannak, és ezek a kerekek nem kicsik, 21-esek, úgy nézzétek meg ezt a magasságot, hogy a 21-es kerekek fölé emeli föl a légrugó még azt hiszem talán 4 centivel a karosszériát. Leginkább az előző generációhoz képest a hátsó helykínálat változott, ami most már egészen nagyvonalú. A csomagtér az kb. Maradt ugyanolyan méretű, egy picit több lett, és nézd, mit tud a légrugó. Olyan előzékeny, hogyha mondjuk sok cuccal, és ugye nyáron miért ne lenne sok cuccod, szeretnél beköltözni a csomagterébe, megnyomod ezt a gombot, és figyeld csak! Előzékenyen leengedi, ezt egyébként minden légrugó tudja, vagy majdnem minden légrugó tudja. De azért milyen mókás, hogy egy XC60-asban is rendelhető ez az opció, ami egyébként a futásért, a rezzenetlen futásért felelős, akkor, hogyha elég jó az aszfalt alattad, én ide Magyarországra ezt nem rendelném, mert nekem annyira nem tetszett, de erről egy picit később. Ugye az új generációs Volvók nagyon-nagyon megváltoztatták a márka arculatát. Én bevallom nektek őszintén, hogy mondjuk 2 évvel ezelőttig nem gondoltam úgy a Volvóra, mint egy prémium autóra. Én azt gondoltam, hogy ennek az autónak körülbelül ott lehet a piaci pozíciója, mint mondjuk a Volkswagené. Hogyha ügyesek, én azt mondtam volna nekik, hogy ha szeretnétek tömeggyártóvá válni, akkor gyertek lejjebb a prémium szintről, nagyon nehéz ott versenyezni. BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Infiniti, borzasztó nehéz, Jaguar, borzasztó nehéz ott versenyezni. Miért nem váltok olyannál, mint mondjuk a Volkswagen, egy úgynevezett félprémiummá? De Volvo nem ezt az utat járt, és azt kell ma, 2 évvel később mondjam, hogy a Volvo jól döntött, ugyanis fölmentek a prémium szintre, és ez a prémium szint a 90-es sorozat bemutatása óta borzasztóan tetten érhető, nagyon érzékelhető, és ez az autó is tökéletesen viszi tovább. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, mea culpa, tévedtem, föl tudtak menni az igazi prémium gyártók szintjére. Ez szép volt, Volvo. Borzasztó fontos dolog egy márka vagy termék pozícionálásánál, hogy tudjuk, hogy a célközönségünk mire vágyik, és ez hiába az R-dizájnos, a sportos dizájnos Volvo, valójában a Volvo vásárlók nem kifejezetten a sportra vágynak, hanem a nyugalomra, békére, biztonságra. Mindjárt mutatok is neked valamit. Megvan. Szóval
Nyugalom, kényelem, komfort, biztonság, erre vágynak a Volvo vásárlók, és valószínűleg pont ezért nem zavarja őket az, hogy valójában a motor kínálat csak 2 literes motorokon alapul, mint hogy ez a 235 lóerős 480 Nm leadására képes dízel is, ami a Power Pulse-al föl van már szerelve, azaz a turbina, a turbo-turbina kerekére egy sűrített tartályból rá tud piszenteni nagy nyomású levegőt, hogy a turbójukat minimalizálja. Nézzétek, a motorvédő deklik általában rideg műanyagból vannak, de ez önmagában itt nagyon puha, én ezt a hétvégén leszettem, ez alatt ilyen vastag habszivacs van, azaz miről szól? A hangot, a zörejeket, a rázkódást szedi ki a motorból, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert az egész autó filozófiáján tetten érhető az, hogy a komfort van előtérben. És a komfort az ilyen apró dolgokból áll össze, hogy mondjuk egy motorborítás ilyen vastag habszivacs. Ez az XC60-as filozófiája. Nézzük, milyen szép. Teljesen kultúrált. Látszik rajta, hogy nagyon tudatosan van ez az autó megtervezve, és hát valószínűleg ez a legjobb üzenet, ami egy Volvo-ból kijöhet, hogy mi annyira figyelünk minden apró részletre, hogy nyugodtan bízd ránk magad. Ez a legerősebb üzenet egy Volvo-nak, a bizalom. Kívülről meg akartok különböztetni egy XC60-ast egy XC90-estől, elég csak erre az apró huncutságra figyelnetek, hogy a 60-asnál ez a rész itt túlnyúlik egészen a hűtőrácsig, és a torkalapácsának a nyele egy picit hosszabb. Ilyen huncut fiúk ezek a svédek, hogy ilyen design bravúrokat visznek bele az új generációs 60-asba. Bent is majd mutatok egyet, mert az is nagyon vicces lesz, de mindezen túl ez egy nagyon szép autó. Ugye? Menjünk be! A kritika mindig a hátsó üléssort érte az XC60-asban korábban, itt azonban jól látszik, hogy kellő a hely, teljes mértékben elférek, és fölöttem van egy nagy napfénytető, ez az XC90-esből érkezik, ez másfélszer nagyobb, mint az elődben volt, és az eleje még nyitható is. És még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, a színek apró kis játékával mennyire más hangulatú ez az autó, mint az eddigi mondjuk 90-esek, amik nálunk jártak, ugyanis azzal, hogy ez ilyen fekete belsőt kapott, egészen más hangulatú lett az autó, ilyen dögös, sportossá alakult át mondjuk az eddigi svéd nappali hangulatból. Ez is egy jó dolog, mert az ülések pedig pazarak, fantasztikus. Ezek is a 90-esbe jönnek szerintem. Na, üljünk belőle! Fantasztikus ülések, amelyek masszírozó funkcióval is rendelkeznek, és az előttem elterülő látvány már ismerős az XC90-esből, a V90-esből, az S90-esből, szóval a 90-es szériából. Szerintem pontosan ugyanezt látjuk. Egy-két aprósággal, például mintha ez a dekorelemot nem jönne le ennyire, de a vezető felé fordított, mi ez? Hát infotainment rendszer az ugyanaz, ugye ez az érintőképernyős varázslat, a gombok ugyanazok, nincsen több fizikai gomb, mint ami azokban az autókban is volt, tehát ez az egész rendszer ugyanaz, a kidolgozás minősége viszont ugyanolyan magas színvonalú, és egy huncutságot hagy áruljak el nektek, hogy ez a Volvo micsoda termékfejlesztést hajtott végre. Eddig ezzel a kis, hát nem tudom mi ez, kis büttyökkel kellett az autót indítani, méghozzá ebbe az irányba, és a másik irányba leállítani. Ezt most huncut mód egy irányba lehet csak megtenni, mutatja a nyíl is, így indítom, és nem így állítom le erre, hanem így. Ej, a minden itt, ezek a fiúk a Volvónál.
Szóval, mint említettem, az XC60-as a bizalomról szól, és ezt nagyon jól műveli. Túl azon, hogy egy nagyon szép autó, mindene nagyon jó és minőségi kidolgozású, és a biztonsági arzenál, amit felvonultat, az valójában tényleg élenjáró. Ha valaki az önvezető képesség kapcsán tenne föl egy kérdést, hogy mennyire tudnak önvezetni ezek a Volvo-k, mert ugyanis hamarosan már az önvezető autózás az beköszönt. Most azt kell, hogy mondjam, hogy a Pilot Assist a Volvo-nál olyan nagyon kérdésesen működik, legalábbis nekem. Időnként bele kell nyúlni, tud kormányozni, tud sebességet tartani, rá tud tapadni az előtted haladóra, és egész nagy kanyarokat is be tud venni, de még mindig egy kicsit kóvályog, szóval oda kell rá figyelni, ez még nem az önvezető autók kora. Viszont számtalan biztonsági asszisztens áll a rendelkezésünkre, amivel azért az ember nagy bizonyossággal tud nagyon biztonságban közlekedni, ebben pedig tényleg élenjáró a Volvo. Nagyon hamar eljön az az időszak, amikor a Volvo is át fog majd állni egy újabb szintre, és nagyon hamar eljön az az időszak, amikor a Volvo kiírtja a motor kínálatából a dízeleket. Valószínűleg ezek az utolsó generációs dízelek még, ezért is érdemes megfontolni, hogy a következő autód mi legyen, tekintettel arra, hogy ez az autó elérhető a 407 lóerős rendszer teljesítményű plug-in hibriddel is. Na, az nagy móka lehet. Gyönyörű autó, minőségi kivitelezés, hatalmas karakter, óriási szív, szerethető autó ez a Volvo XC60-as. Nagyon-nagyon-nagyon sikeres lesz. Szerintem a légrúgó meg a 21-es kerék egy kicsit sok hozzá, de az összes többivel nem nagyon volt bajom.